Befejeződött az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei térségi hulladéklerakó rekultivációs projekt kivitelezése. A program záró rendezvényén 2015. október 30-án Gyenes Szilárd, a rekultivációs projekt vezetője tartott sajtótájékoztatót az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban. 2004-ben 106 település önkormányzata alakította meg az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulást, azzal a céllal, hogy a regionális térségi hulladékkezelési problémákra tartós megoldást dolgozzon ki. A társulás létrehozta a Zöldhíd Régió Kft-t, majd a környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakók rekultivációjára pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Ez a pályázat 2012-ben támogatást nyert, így mintegy 1 milliárd 997 millió forint állt rendelkezésre a tervek megvalósításához. Nagyon gyorsan repül az idő, és én magam is el szoktam gondolkodni rajta, hogy amikor 2005-ben nekifogtunk ennek a regionális hulladékgazdálkodási programnak, akkor legalább 30-al több olyan hulladéklerakónk volt, amely nem volt biztonságban, és jelentős részben széttagolt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer működött ezen a területen. A feladat alapvetően kettős volt, amikor elindultunk ebben a munkában. Mert nem csak a hulladékgazdálkodás új feladatait szerettük volna megoldani, hanem szerettünk volna megszabadulni attól a terhes örökségtől is, amit nagyon sok helyszínen fennállt. Az előkészítés sok-sok éve után, legalább ugye 6 évet foglalkoztunk az előkészítéssel és a papírok meg a különböző információk tologatásával, és ehhez képest maga a kivitelezés egy nagyon szervezetten és rugalmasan lezajlott folyamat. Rekultiváció alatt az elpusztult természeti környezet eredeti állapotának visszaállítását értjük. Ez a folyamat olyan technikai, biológiai, agronómiai eljárások összességével történik, melynek következményeként a természeti és emberi tevékenység káros hatásai miatt terméketlenné vált földterületek alkalmassá válnak mezőgazdasági vagy más egyéb módon történő újrahasznosításra, valamint a tájkép helyreállítására. A Zöldhíd program keretében 30 települési bezárt, környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakó rekultivációjára került sor. 460 ezer négyzetméternyi hulladékkal borított felszín volt az, amit a rekultiváció során rendbe tettünk. 2.700.000 köbméter olyan hulladék került biztonságba helyezésre, amely itt volt ebben a térségben. Nyilván tudják, ennek van olyan része, ami méreténél fogva ott marad az utókornak, a gyermekeinknek biztonságba helyezve, és van olyan része, amelyet a kivitelezőkkel együtt felszedtünk, és más biztonságos hulladéklerakó létesítményekbe szállítottunk el. Ez 30 település 93 ezer lakosát érinti közvetlenül, akik a településenként érintettek. De azt gondolom, hogy a tágabb környezet is, tehát ez az egész projektterület a haszonélvezője azért ennek az egész programnak. A számok, bár küzdöttünk, hogy a forrásfelhasználásunk gyakorlatilag maximális legyen, úgy alakult, hogy 1.997.168.431 forintnyi támogatást nyertünk el, és a kollégáim kimutatása szerint ez ugye a végleges szám 1.669.791.983 forintot tudtunk felhasználni, azaz amellett, hogy korrekt versenyeztetés, és úgy gondolom, hogy korrekt ezzel kapcsolatos együttműködések mentén mintegy 162 millió forint az, ami bennmarad ebben a rendszerben, és szerintem ebben még, ehhez még hozzájönnek a fel nem használt tartalékkeretek is, amit el fognak vonni. Tehát nagyjából azt tudom mondani, hogy azért itt nagyságrendileg 300 millió forint, ami majd valahol az országban még reményeink szerint hasznosul, de nem itt. Az Európai Uniós és kormányzati támogatásból létrejött helyreállítások nagy részben 2014-ben valósultak meg. A jobb kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében a hulladéklerakókat 5 kivitelezési körzetre osztották, melyhez később még egy 6. csoport is hozzáadódott. Ide Erdőkertes és Csesztve települések tartoztak, ebben a két községben 2015-ben valósult meg a rekultiváció.
hosszú küzdelem után erdőkertes és csesztvet települések vonatkozásában is meg tudtuk ezeket csinálni. Elképesztő adminisztratív akadályokat kellett ebben leküzdeni. Ilyenkor mindig összefonódik a mindennapi élet ezekkel a problémákkal, és magam, meg Gémesi György elnök úr is ezért vagyunk inkább hívei a bizalomra épülő egyszerű ügymenetnek, mert ha csak más nem mondok ebben a vonatkozásban, csesztve esetében, hogy legalább két földtulajdonos és még az egész ügyet menedzselő jegyző is meghalt az eljárás folyamán sajnos, ami egyszerűen éveket jelent egy ilyen eljárásban. Az elsőtől hatodik ilyen körzetünkig a Strabag MML Kft. Az, aki a kivitelezési munkákat megnyerte. Azt gondolom, itt vannak a jeles képviselői is, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ugye emlékszünk még az első találkozásunkra, ahol azért elég bizalmatlanul álltunk fel egymás mellett, vagy egymás mellől a tárgyalóasztalnál, és legalább ilyen kiváló, korrekt együttműködés alakult ki. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a kivitelezőnek a korrekt szakmai munkáját. Azt tudjuk ígérni, hogy a teljes garanciális időszakban is ugyanilyen következetességgel fogjuk majd képviselni az érdekeinket, és a ti és az önök részéről azt kérem, hogy legalább ugyanilyen eddigi gyakorlatnak megfelelő hozzáállással segítsétek a munkánkat. Mérnök közreműködése is azt gondolom, hogy nagyon színvonalas volt, a Repét Kft. És ugye a hatodik körzetünk esetében az Oviber Kft. Látta el a mérnöki feladatokat. Azt gondolom, hogy itt is egy normális és korrekt együttműködés alakult ki. A rekultivációs projekt kivitelezésével az önkormányzati társulás nagy terhet vett le az egyes települések önkormányzatainak válláról, hiszen a környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakók helyreállítása alapvetően helyi szintű feladat. A sajtótájékoztatón a rekultivációs programban részt vett Diós Jenő település polgármestere Tóth János, valamennyi a projektben érintett önkormányzat nevében köszönetet mondott a kötelezettségek teljesítéséért. Köszönetet mondok a kivitelezőknek, hiszen igyekeztünk együttműködni és jól megoldani a feladatot, mára már azért az a terület, amely rekultiválva lett, teljesen más arculatot mutat, úgyhogy én köszönöm a magam és az önkormányzatok nevében ezt a nagy feladatot mindkettőjüknek. Köszönöm szépen. A rekultivált területek utógondozása és fenntartása már az önkormányzatok feladata lesz. A rekultivált hulladéklerakók esetében 30 évig kötelező a környezeti adatok vizsgálata. A helyreállítások után olyan pozitív környezeti hatások várhatóak, mint az üvegházhatás csökkentése a lerakókból kiszivágó káros gázok megszüntetésével, a portterhelés csökkentésével a levegő minőségének javulása, a hulladéklerakók talajvizet szennyező hatásának megszüntetése. Összességében pedig egy szebb, értékesebb, élhetőbb környezet megszületése.